Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt, még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Kedves tévénézők, kedves testvérek, ezt a szöveget értelmezni kell, mert az a Jézus, aki még az ellenség szeretetét is hirdeti és hangoztatta, nem kérheti tőlünk a hozzánk tartozó gyűlöletét. Akkor próbáljuk értelmezni, miről is van szó. Itt elsősorban az elszántságot kéri. Jézus azt akarja hangsúlyozni, hogyha ne talán a környezetünk akadályozna minket az evangélium elfogadásában, akkor tudnunk kell velük szemben is határozottnak lenni, következetesnek lenni. És a másik ilyen követelmény, amit szintén hangsúlyoz Jézus ebben az evangéliumi részben, az a megfontoltság, hogy aki elindult Krisztust követni, azok nagyon sok nehézséggel fognak találkozni, ezúttal a kereszthordozásra. Nem szabad visszarettennie az embernek ilyen esetben, hogyha akadályoztatva van és nagy nehézségekben ütközik, hanem kérnie kell Isten kegyelmét ahhoz, hogy helyreálljon az ő élete, az ő evangéliumi élete. Kedves tévénézők, kedves testvérek, tulajdonképpen nem lehet más Jézus tanítványa, csak aki vele együtt vállalja a keresztet is. Amen.